Az előadásomban a vegán életmód sokrétű pozitív hatásáról szeretnék beszélni. Az előadás első felében szeretném felsorolni életünknek mindazokat a területeit, amelyekkel békét teremthetünk a vegán életmóddal, majd pedig a vegán életmód néhány rendkívüli személyiségét szeretném kicsit jobban ismertetni. Tavaly tartottam itt egy előadást Zöld állatvédő, vegán címmel, amiben fotókkal és adatokkal alátámasztva bemutattam azt, hogy sajnos nem csak a húsevők, hanem a vegetáriánusok is olyan fokon okoznak kárt állatoknak és a környezetnek, hogy egyikük sem tekintheti magát sem környezetvédőnek, sem állatvédőnek. Egyedül a vegán életmódot folytató emberek mondhatják ezt el nyugodtan önmagukról. Ez az előadás megtekinthető a Vegan Video Kincses Sztárban, a YouTube-on. Sok egyéb vegán témájú, főleg magyar nyelven feliratos előadással együtt. Ezért erről a témáról, hogy mi a gond a vegetáriánussággal, nem is szeretnék most többet mondani. Nézzék meg ezt az előadást. Egyébként remélhetőleg a közeljövőben ennek a fesztiválnak az összes vegán témájú előadása úgy szintén elérhető lesz ebben a YouTube archívumban. Tehát akkor hogyan is teremthetünk békét a vegán életmóddal? Az első és legtriviálisabb többségünk számára az, hogy békét teremtünk így az állatokkal. Ha ez lenne az egyetlen előnye a vegán életmódnak, akkor is kötelességünk lenne mindannyiunknak vegánnak lenni. Messze-messze ez a legfontosabb indok a vegán életmód mögött. Erről csak azért nem beszélnék konkrétan többet, mert ma délelőtt erről szólt Bonifert Annának az előadása. Ő neki van egy vegán információs asztala is a 42-es szobában egyébként. Rendszeres vegán pikniknek a szervezője, blogja van, ő hozzá lehet esetleg további információért fordulni. A következő, ami mindenkinek az eszébe jut, hogy a vegán életmód egészséges. Itt erről több előadás is szól a fesztiválon, ezért itt csak három kulcs publikációt emelnék ki. Az egyik a Kína tanulmány, amit 2006-ban adtak ki, és a mai napig a legnagyobb valaha elvégzett egészségügyi vizsgálat. Aztán sokan hallottak esetleg az Amerikai Dietetikusok Szövetségének a nyilatkozatáról, illetőleg idén jelent meg a Kaiser Permanente amerikai egészségügyi biztosítónak egy nagyon komoly cikke, tudományos alaposságú cikke a növényi alapú étrendekről. Mindhárom publikációról további információt találhatnak a Vegan Videók blogon. Most ezeknek az egészségügyi megközelítésnek, és konkrétan például ezeknek a publikációknak is egyik gondja az, hogy bár mindegyik hangsúlyozza azt, hogy a vegán életmód egészséges, sőt talán a legegészségesebb, de egyik sem mondja azt, hogy legyél kizárólag vegán. Itt-ottam ott belefér egy kis lazaság. Csak hogy ami a mi részünkről lazaság, az az áldozat részéről óriási szenvedés és az egyszem élete. Tehát emiatt a valódi veganizmus soha nem az egészségre koncentrál, és az igazi veganizmus nem étrend, hanem világnézet, egy könyörületes világnézet, illetőleg annak a legfontosabb komponense. Hogy is van ez? Régen nem voltak vegánok. Akkor ez most valami új dolog? Szó sincs erről. A régi korok vegetáriánus emberei akár fogyasztottak valamilyen állati terméket, akár nem. Ismerhették az állatokat. Családtagnak, jótevőjüknek tekinthették. Esetleg szent állatnak. És eszük ágában sem volt bármilyen módon ártani ezeknek az érző lényeknek. Viszont ma egy vegetáriánus, hogyha egy boltban vagy akár a szomszéd háztájában megvesz bármilyen állati eredetű terméket,
Csak abban lehet biztos, hogy ahhoz rengeteg vér és szenvedés kötődik. Tehát gyakorlatilag a veganizmus nem új, hanem ugyanazt az eszmeiséget, ugyanazt a fokú könyörületet képviseli, amit a régi korokban a vegetáriánus emberek a magukénak vallhattak. És sajnos ezért nem elég ma vegetáriánusnak lenni. Arról is valószínű hallottunk már többen, hogy a vegán életmód a környezettel is békét teremt. Erről részletesebben szólt a tavalyi előadásom, ezért itt most csak néhány érdekes adatot említenék. A véges erőforrások miatt legyünk vegánok, mert tudjuk azt, hogy a mezőgazdasági használatban lévő földterület, összes földterület 70%-át az állattartás használja vagy takarmánytermesztésre, vagy legeltetésre. Miközben ugyanaz a földterület 7-szer több vegán embert tudna ellátni. Az összes édesvíznek, tehát nem a mezőgazdasági, hanem az összes édesvíznek közel felét az állattartás használja el, miközben 10 komplett vegán étel kevesebb vizet használ, mint egyetlen adag marhahús. A fosszilis energia felhasználásunknak közel 20%-a köthető az állattartáshoz, miközben tudjuk azt, hogy a növényi ételek előállításához 10-16-szor kevesebb energia kell. Tehát bátran kijelenthetjük azt, hogy a veganizmus megteremti az alapvető erőforrások bőségét. Az állattartás súlyos környezetszennyező, és teljesen kiszipolyozza egyetlen földünket. Hiszen amerikai adat az, hogy 130-szor annyi állati eredetű szennyvíz termelődik, mint amennyi emberi, ráadásul ez az állati eredetű szennyvíz, ez kezeletlen. A savas esőket okozó ammónia 64%-a köthető az állattartáshoz, és még rengeteg üvegházhatású gáz is. Az erdők több mint fele napjainkra eltűnt. Az Amazonas medence esetében tudjuk, hogy ennek 80%-a az állattartás miatt történik, és évente másfél magyarországnyi erdőterület tűnik el. Nyerésre állunk a halak ellen is. Ha így folytatjuk, 30 éven belül nem marad hal az óceánokban. Mindezeknek nyilván a húsevés az alapja. Teljesen egyértelmű, hogy a vegán életmód megszünteti ezt a fajta környezetszennyezést, megvédi az állatokat, a tengereket és az erdőirtást is megállítja, sőt, Oroszország és Kína területével egyenlő területen indulhatna meg az újraerdősödés folyamata a Földön, ha mindenki vegán életmódra váltana. A jövő nemzedékekkel is békét teremthetnénk. Egy bölcs indián mondás szerint a Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. Ezzel szemben jelenleg több mint másfél földnyi megújuló erőforrást használunk el, így ez nyilván hamarosan teljesen ki fog fogyni. A fajok kihalása az átlagosnál 1000-szer, 10000-szer gyorsabb, gyakorlatilag napjainkban éljük át a földtörténet 6. tömeges faj kipusztulási eseményét, csak itt éppen mi vagyunk a főszereplők. És útjára bocsátottuk a könnyen végzetessé váló és visszafordíthatatlanná váló klímaváltozást is, ami földre és emberre is végzetes lehet. Mindegyiknek legfőbb oka az állattartás, bár ezt nem nagyon híreztelik. A veganizmus nyilvánvalóan mindezeket megfékezi, segít abban, hogy beleférjünk a föld erőforrásai közé, megvédi az állatok élőhelyeit, és az egyetlen menekülési útvonal, amivel megállítható a klímaváltozás. Környezeti témájú, a környezet és a veganizmus kapcsolatát vizsgáló írásokat többet találhatnak ezen a két linken. A felső az egy könyv, amiről még majd lesz is egy kicsit több szó az előadásban. Éhező embertársainkkal is megteremthetjük a békét a vegán életmóddal. Évente kicsit változó számú statisztikát hallhatunk arról, hogy hány ember éhezik a Földön, miközben a Föld másik felén 1,6 milliárd ember az elhízottak száma. De ami ebben igazán döbbenetes, az az, hogy az éhezők szinte mind élelmiszert exportáló országokban élnek. Ennek a klasszikus példája a 19. századi írországi nagy éhínség volt, amikor több egymást követő évben tönkrement a burgonya termés,
emiatt bekövetkező éhínségben 1 millió ember halt éhen, és további 1 millió emigrált. Mindeközben az ország élelmiszer exportja mindvégig nagyobb volt, mint az élelmiszer importja. Ennek túlnyomó része élő állat, illetőleg hús export volt Angliába, mert ott erre volt fizetőképes kereslet. Most ugyanez zajlik, csak globális méretekben. Például ajánlanám a Gyilkos szójamezők című film megtekintését, ami a jelenleg Brazíliában szóló folyamatokról szól. Tudjuk azt, hogy az állattartás 14-szeres, a kalóriaszinten 14-szeres feleslegben meglévő összes gabonát felhasználja, tehát gyakorlatilag ez az éhezés alapja. És azt is tudjuk, hogy vegán életmód mellett a Föld 9-10 milliárd embert is el tudna tartani. Tehát nem igaz az, hogy túlnépesedtünk, csak rosszul használjuk fel a meglévő erőforrásokat. Ezek alapján nyugodtan kijelenthetjük azt, hogy a vegán életmód legalábbis nagyon jó lehetőséget teremt az éhezés felszámolására és az élelmiszerbiztonság megteremtésére bárki számára. Erőszaknak kiszolgáltatott embertársainkkal is békét teremthetnénk a vegán életmóddal. Tolstoj híres mondása, hogy amíg vannak vágóhidak, addig lesznek csatamezők is. És ez sajnos valóban így van. 2002-es WHO adat szerint csak a halálos áldozatok száma évente 1,6 millió. Ez az egyik legfőbb halálok a középkorúaknál, és a közvetlen anyagi vonzata is nagyon-nagyon jelentős. Ezzel szemben a vegán életmód számos szinten megteremti az erőszakmentességet. Biológiai szinten, hiszen nem juttatunk a szervezetünkbe olyan stresszhormonokat, és terrort és félelmet keltő anyagokat, amelyek az állatok húsában vannak, amikor megöljük őket. Teljesen nyilvánvaló, hogy aki tudatosan nem öl állatokat és nem bántja őket, az emberekkel mindezt még inkább nem fogja elkövetni. Létezik a Föld körül egy gondolatmező, ezt valójában mindannyian érzékeljük, csak mi úgy hívjuk, hogy légkör. Egészen más légköre van egy templomnak és egy vágóhídnak, és nagyon nem mindegy, hogy ebbe a légkörbe milyen gondolatok és milyen érzések kerülnek be az emberek és az állatok részéről is. Spirituális szinten is megteremthetjük a békét, hiszen örömöt és boldogságot csak akkor arathatunk, ha ennek a magját vetjük el. Nélkülöző embertársainkkal is békét teremthetünk a vegán életmóddal, hiszen a hús csak látszólag olcsó. Valójában háromszorosan fizetjük meg az árát. Először megfizetjük a pénztárnál, másodszor megfizetjük az adónkból. Sajnos még azok is, akik soha életünkben nem ettünk húst vagy állati termékeket. Erről szól Howard Liman, híres vegán aktivistának ez az idézete, ami szerint az a hamburger, ami a támogatásokkal 79 centbe kerül, a támogatások nélkül 12 dollár lenne. Magyarországi adatom sajnos nincs, de nagyon valószínű, hogy a trend Magyarországon is teljesen hasonló. Harmadszor akkor fizetjük meg, amikor az állattartás által okozott károkat kell megfizetnünk. Gondolok itt a környezetre, az egészségre, a klímaváltozásra, az emberek közötti erőszakra. Pedig csinálhatnánk mindezt normálisan is. Már volt arról szó, hogy ez hatékony az erőforrásokkal. Nyilván ennek óriási gazdasági haszna is van. És az élet rengeteg területén lehetne így csökkenteni a költségeket. Tehát egyértelműen kijelenthetjük azt, hogy legalábbis nagyon jó esélyt teremthetnénk a szegénység felszámolására, hiszen óriási anyagi erőket tudnánk így felszabadítani. Továbbá saját spirituális lényünkkel is békét teremthetünk a vegán életmódot folytatva. Valószínű, nem vagyunk, akik itt jelen vagyunk, nem tartjuk mindannyian spirituális beállítottságú embernek magunkat, ezért erről beszélnék még egy kicsit. Teljesen hétköznapi módon használunk most olyan energiákat, amiknek még a létezéséről sem tudtunk 100 évvel ezelőtt. Ezek alapján feltételezhetjük, hogy vannak
olyan egyéb energiák és olyan egyéb rezgések, amiket ezután fogunk megismerni, és fogunk tudni használni. És az valóban így is van, hiszen például erre egy példa az aurafotózás, amivel már nem is a fizikai testhez kötődő egyfajta energiát tudunk detektálni. Vagy itt vannak a fizikának a felfedezései. Például a kvantummechanika egyik alaptörvénye, a Heisenberg-féle határozatlansági elv, vagy az atomfizika felfedezései, hogy nem csak az atom, hanem még az atommag is gyakorlatilag teljesen üres, vagy Einstein híres törvénye, amit úgy is értelmezhetünk, hogy az anyag valójában nem más, mint az energia egy speciális megjelenési formája. Ezek valójában mind spirituális törvények, és még sok egyéb a fizika által leírt törvény. És ezek alapján gyakorlatilag azt is mondhatjuk, hogy anyag gyakorlatilag nincsen. Csak energia van, és ez jelenik meg körülöttünk ezerféle formában. Vagy itt van a regressziós hipnózis jelensége. Dolores Cannon az 1960-as években az elsők között volt, aki felfedezte, hogy emberek hipnózis közben véletlenszerűen olyan állapotba kerülnek, amikor előző életeik élményei hirtelen feltárulnak előttük, és ezekre elkezdenek mesélni. Azóta ezt ő és mások egy teljesen reprodukálható tudományos módszerré alakították, és ő nagyon részletes képet kapott ez alapján a Föld és az univerzum történetéről. Vagy itt vannak a Földön kívüliek. Bob Dylan az 1960-as években a NATO legtitkosabb hadműveleti központjában dolgozva olyan dokumentum birtokába jutott, ami szerint a NATO számára már akkor teljesen világos volt, hogy Földön kívüliek vagy UFO-k, teljesen mindegy, hogy hogy nevezzük, vannak, nagyon régóta voltak, sokféle van belőlük, fizikailag is itt léteznek közöttünk, és teljesen veszélytelenek, mivel annyival magasabb fejlettségi szinten állnak, hogy ha ártani akarnának, nekünk már régen megtehették volna. Nagyon spirituális lények. Ő azóta is kapcsolatban áll ilyen földön kívüli lényekkel, és tőlük kapott információ alapján például azt mondja, hogy a naprendszerben rajtunk kívül is van élet, például a Marson is. És az a kép, amit ő alkothatott a világról, érdekes módon teljes összhangban van azzal, amit Dolores Cannon gyűjtött össze egészen más módszerrel. Vagy itt van a halál közeli élmény jelensége. Senkinek nem, aki ilyen élményt átél, annak nem kell spirituális embernek lennie. És valóban sokan élnek át ilyen élményeket. Csak az elemzésükről, a különböző események elemzéséről írtak hosszú könyveket. Egy nagyon szép ilyen élményt ír le az Átölel a fény című könyv. Ezt az önmagát létében veszélyeztetnek érző materialista tudomány úgy próbálja magyarázni, hogy ez az agynak egy alacsony oxigén állapotban bekövetkező működése, tehát anyagi szinthez köthető. Erre mit ad Isten, mert Isten mindig jót ad. Erre egy híres agysebész esik kómába. Egy héten keresztül teljes kómás állapotban van, a bizonyított teljes agyhalál állapotában. Majd amikor már az orvosai lemondanak róla, akkor egyszer csak kinyitja a szemét, és egy nagyon részletes és szép halálközeli élményről beszél, számol be. Ez a könyv szintén kapható magyarul. Mindezek alapján legalábbis nem zárhatjuk ki a spirituális világok létezését, még akkor sem, hogyha mi magunk mindezt nem tapasztaljuk, hiszen egy vakember is elhiszi azt, amit a környezetében lévő látó emberek beszélnek a világról. Miért is fontos mindez? Sokunk számára a fizikai világ a rengeteg szenvedésével, a betegségekkel és a végén a halállal egyszerűen nem lehet az élet értelme. Nem ad választ olyan alapvető kérdésekre, mint hogy kik vagyunk, miért jöttünk, honnan jöttünk és hová megyünk. Kell lennie valaminek ezen a fizikai világon túl. Most az ilyen irányú keresésnek viszont borzalmas alapozást ad a húsevés, hiszen Isten szemében borzasztó, amikor
egyik gyermeke megöli a másikat, ezért jutalomra nyilván nem számíthatunk. A húsevéssel elkerülhetetlenül együttjáró ragadozó mentalitás nem fér össze azzal a könyörületességgel, ami a spirituális élet alapja. És a rezgések és a konkrét vegyi anyagok szintjén is nagyon-nagyon rossz dolgokat juttatunk a szervezetünkbe az állattal, a húsevéssel. Ezzel szemben nem is akarnám különösebben ragozni. A vegán életmód egyszerűen optimális feltételeket teremt a spirituális gyakorláshoz. És ami igazán fontos, hogy ez a két dolog egymást erősíti és támogatja. A veganizmus teremti meg a békés feltételeket a spirituális gyakorláshoz, és a spirituális gyakorlás fejleszti azt a könyörületet, ami a vegán életmódnak az alapja. Természetesen nem kell valakinek spirituális embernek lenni ahhoz, hogy könyörületes lehessen, de minden valóban spirituális ember könyörületes. Az előadásom második felében néhány kiváló képviselőjét szeretném bemutatni a vegán mozgalomnak, mondjuk mozgalomnak, vagy a vegán filozófiának. Az első Gary Francione, ő az abolicionista állatjogi mozgalomnak a legkiválóbb képviselője. Ez az abolicionizmus a 19. századi Amerikából származtatja az elnevezését, amikor az ottani rabszolga felszabadító mozgalmat nevezték így, a rabszolgaság eltörlése ez az abolicionizmus. Akkor a fekete embereket tartották alacsonyabb rendűnek, most az állatokat tartjuk alacsonyabb rendűnek, akkor azt a fajta rabszolgaságot kellett eltörölni, ez a mozgalom most az állatok rabszolgaságának az eltörléséről szól. De egyébként a helyzet teljesen ugyanaz. Ő maga 30 éve vegán etikai alapon, befogadott vegán kutyái vannak, jogász professzor egy USA egyetemen. Írásaiban és beszédeiben gyakran hasonlítja össze az állatjogot az állatjóléttel. Ő képviseli az állatjogot. Az állatjólét szerint viszont teljesen rendben van állatokat tartani, hogyha jól bánunk velük. Szerinte ez nem így van. A 90-es évek óta több könyvet írt a témában, sőt, közel 30 éve állatjogi kurzust tanít jogi egyetemen. Az ő megközelítésének a nagyon nagy erőssége, hogy kizárólag materialista alapokon álló, nagyon kiforrott és nagyon részletes érvrendszer. Bármely nyitott gondolkodású embert el tudunk gondolkodtatni, ha az ő érveit használjuk. Elsősorban az idézeteivel szeretném bemutatni a nézeteit. Az állatjóléti mozgalmakról ezt mondja, az állatjóléti megközelítés szerint állatokat használni oké, ha a bánásmód elfogadható. Az állatjogi megközelítés szerint állatokat használni nem elfogadható, bármilyen emberségesen bánunk is velük. Az állatjóléti mozgalom szerint hosszú távon megszüntethető a kizsákmányolás. Nincs rá történelmi bizonyíték, amire viszont bőven van bizonyíték, hogy a szabályozással a kizsákmányolás is nő, mert azt az emberek elfogadják, hiszen az már úgymond humánus. Az állatjóléti reformokat folyton megszegik, az állatok gazdasági árucikkek. Ha az állatok érdekeit akarod védeni, az pénzbe fog kerülni. Az állatjólét ezért nem működik, mert lényegében nem engedhetjük meg magunknak, hogy védjük az állatok érdekeit. Különösen manapság, amikor sok kereskedelmi korlátozás megszűnt, és a szabad piac szabályai érvényesülnek. Soha nem fog működni. Ha betiltjuk itt, megcsinálják Kínában. Ha betiltják Kínában, meg fogják csinálni valahol Afrikában vagy Brazíliában, soha nem fog működni. A 21. században már senki sem állítja, hogy az egészséges életmódhoz állatokat kell lennünk. Az állati termékek megölnek minket. Mind úgy véljük, hogy helytelen, szükségtelenül szenvedést okozni vagy megölni állatokat. De mit is értünk az alatt, hogy szükséges? Azt minimum kell, hogy jelentse, hogy helytelen szenvedést okozni vagy megölni állatokat élvezetből, szórakozásból vagy kényelemből. A probléma az, hogy az állathasználat 99,999%-a nem igazolható mással, mint élvezettel, szórakozással vagy kényelemmel. Jó íze van, érdekes dolog egy állatkert, éppen van a polcon előttünk a boltban. A vegán életmód az egyetlen racionális, logikus válasz, ha elfogadjuk, hogy helytelen, szükségtelenül szenvedést okozni az állatoknak, vagy megölni őket.
Az egyetlen mód, hogy az állatok kizsákmányolása meg fog szűnni, ha megváltozik az alapelv az állatokról, mint tulajdonról, az állatok személyisége felé. Mivel az állatok tulajdon, ezért emberséges bánásmódnak tartjuk azt, amit kínzásnak tartanánk, ha azt emberrel szemben követnék el. Tájékoztatnunk kell az embereket a vegán életmódról, hogy a világnézet az állatok tulajdoni státuszáról megváltozzon. Az ahimsa azzal kezdődik, hogy mit teszel a testedbe és a testedre. A veganizmus az ahimsa lényeges komponense. Tehát tényleg koncentrálnunk kell erre a gondolatra, hogy a béke fontos, és az erőszakmentesség nem egy ködös lila elv. Nagyon-nagyon gyakorlatias alapelv a bolygónkon. Számomra a veganizmusom és az, hogy az állatok kizsákmányolásának teljes felszámolását hirdetem, tényleg része az erőszak elutasításának. A tavalyi előadásomban már Penelope Smith nézeteit ismertetve beszéltem egy picit a telepátia jelenségéről, arról, hogy ilyen módon vannak emberek, akik képesek kommunikálni állatokkal. Most egy másik ilyen emberről szeretnék beszélni. Ő Billy Dean Ausztráliából. Mind a ketten azt mondják, hogy ezzel a képességgel valaha, vagyis születésünk idején még mind rendelkeztünk, és utána felejtettük el a szocializáció, a korai szocializáció éveiben, nem mellesleg ekkor szoktattak rá minket a húsevésre. Billy Dean 40 éve vegetáriánus és sok éve vegán. Őt is elsősorban az idézeteivel szeretném bemutatni. Úgy születtem, hogy emlékeztem az univerzális csendes nyelvre, amit minden lény beszél. Emiatt gyerekkoromban elhagyott és magányos voltam sok fájdalommal, mert éreztem a fájdalmat a fáktól, bokroktól és állatoktól, amit mások nem éreztek. Állandóan látomásaim voltak az állatok világát kutatva. Ő maga 30 éve professzionális telepatikus állatkommunikátor, és eközben állatok ezreivel kommunikált, a legkülönfélebb fajta állatokkal. Megírta a Secret Animal Business titkos állati ügyek című könyvét, filmeket és videókat ad ki, neki is van 7 vegán kutyája, állatokat ment, menhelyet üzemeltet, tehát nagyon-nagyon aktív ezen a területen. Az idézetei. Egy vidéki városon kívül élek. Nem tudom sírás nélkül nézni az elhaladó teherautókat, mert érzem a vágóhídra menő állatok, a birkák, a tehenek, sőt a lovak gyötrelmét. Ez jelenleg állandó fájdalom a társadalmunkban. Ha megérted és tudod, hogy ők érző lények, pszichikai és spirituális élettel, akkor könyörületesebb úton akarsz járni. És az állatok is ugyanezt akarják. Szóvá teszik, hogy ahogy ők nevezik, rabszolgaként bánunk velük. Meg kell változtatnunk az étkezési szokásainkat. El kell kezdenünk egyenlő fajokként bánunk velük, akikkel osztozunk a bolygón. Sokkal helyesebb kapcsolatba kell kerülnünk a világ állataival és az állatokkal az otthonunkban, a társainkkal. Ők nem játékok, ők nem kedvencek. Bullwinkle Abika mondja, miért kell egy állatnak hasznosnak lennie? Miért kell egy állatnak rabszolgának lennie? Miért kell egy állatnak az embereket szolgálni és értük áldozatot hozni? Meg akarta változtatni az egész rendszert. Azt mondja, tényleg visszataszító tudni, hogy meg fogják enni. Ő magasabb szintű tudatossággal jött, és az emberét lelki társként felismeri, aki szintén magasabb szintű tudatossággal rendelkezik. A lelkeke találkozása előre elrendezett. Amikor beszélünk és gondolkodunk, létrehozunk egy gondolatformát. Az a gondolatforma kilép a világba. Amikor az állatok ordítanak a fájdalomtól, levágják őket, megölik őket, rémültek, ez is belekerül ebbe az emberi fájdalom, bánat és szenvedés keverékbe. És szinte egy falat hoztunk létre a nehéz, negatív gondolatformákból önmagunk körül. És emiatt pszichikai szinten sokkal nyomottabbnak és idegesebbnek érezzük magunkat, és nem is tudjuk, hogy miért. De érzékeljük az összes fájdalmat és az összes szenvedést. Tehát igen, nem igazán jó ötlet bárkit szenvedésre kényszeríteni. Tisztán érzem, hogy akik abba hagyták a húsevést, azok spirituálisan jobban összhangban vannak a természet világával és az állatokkal. Az állatok nem értünk vannak, hogy birtokoljuk őket. Mi vagyunk a gondnokaik, ők a mi tanáraink. Ez a lélekalkú, amit a fátyol másik oldalán kötöttünk, tehát még születésünk előtt. Békének kell lennünk ahhoz, hogy békét teremtsünk. Minden faj számára békének kell lenni, ahhoz, hogy béke legyen a világon. Louise, a kutya mondja, az állatoknak elegük van a szenvedésből, nem a gyűlölet és düh a megoldás, a szeretet az. Az emberek gyakran nem tudják, mi a feltétel nélküli szeretet. Ebben ők a mi gyerekeink, és irányítani kell őket.
Ezért jövünk gyakran aranyos ölennivaló alakban, hogy mutassuk nekik az utat. Susan nevű embertársához így szól. Nem a ruha teszi a nőt. Egy nő nőies, az isteni nőiesség. Ez jelenleg elveszett a földről, és vissza kell térnie. A szeretet, szívtudatosság, intuíció, intuitív irányítás, hallgatás, tisztelet, megbecsülés. A földön hiányzik az egyensúly, és a mérleg nyelvét meg kell billenteni az isteni nőiesség egyensúlyához. A könyörület világában nincs szenvedés. Mit is akarnak az állatok? Kapcsold ki a híreket. Kapcsold ki az összes gyilkosságról szóló műsort, amik csúnya gondolatokat küldenek ki, amiktől feszültek leszünk, amikor azokat nézzük. Mert az állatok az otthonunkban felfogják azokat. Azt akarják, hogy menjünk a szabadba, vegyük le a cipőnket, kerüljünk kapcsolatba a földdel és táncoljunk. És ez felszabadítja az összes csakrát és feldobja a hangulatunkat. Nem lehetsz depressziós, ha táncolsz. Mostanában sokszor mondják, békében kell élned, meditálnod és jógáznod kell, napfényen kell lenned és ülnöd, és egyesülni és hallgatni, megtanulni hallgatni a kövekre, növényekre, a faszellemekre, az állatokra, a célra, a folyókra. Minden beszél, minden él, és ez az, amihez vissza kell térnünk, ennek a gyönyörű tudatosságába. És akkor miénk lesz az a gyönyörű világ, amit akarunk. Will Tuttle a következő ember, akiről szeretnék beszélni. Nagyon érdekes az ő életútja. Ugyanabban a városban született, ahol kitört az amerikai függetlenségi háború, és ahol a 19. századi amerikai spirituális forradalom összes nagy alakja élt. A legelső amerikai bevándorlók egyenisági utódja az 1620-as évekig vissza tudja vezetni a közvetlen amerikai családfáját. Ő maga 22 évesen öccsével gyalog pénz nélkül spirituális keresésbe kezd, és eljutnak a The Farmra, ahol vegán lesz. Ez a The Farm a 70-es, 80-as években a legnagyobb hippi kommuna volt az Egyesült Államokban. Több száz ember élt itt önellátó, vegán életmódot folytatva, és rendszeresen meditáltak. Hamarosan utána az ENSZ szerzetes lesz, hosszú elvonulásokat tart, és azóta is naponta meditál. Egyetemen tanít az intuícióról, IQ-ja a legfelső 0,25%-ban van a Mensa társaság szerint. Azt mondja, hogy ez azóta van így, amióta vegán és meditál. Évente 100-150 előadást tart, és 2005-ben megírja a The World Peace Diet, Világbéke étrend című bestseller könyvét. Most erről a könyvről szeretnék egy kicsit részletesebben beszélni. Ez a legátfogóbb könyv a veganizmusról, amiről én jelenleg tudok. A könyv felsorolja azt az összes szempontot, amiről az előadásom első felében szóltam, elég alaposan érvekkel, és még ezen kívül nagyon-nagyon sok mindenről, rengeteg érdekes gondolat van benne, ezek közül én most csak szemezgetni tudok. Valahol mindannyian tudjuk azt, hogy a húsevésünkhöz rengeteg vér és erőszak tapad, de ezzel nem akarunk szembesülni, mert tudjuk azt, sejtjük azt, hogy ha ezzel szembesülnénk, akkor ez akkora szenvedést okozna nekünk, hogy képtelennek lennénk folytatni. Ezért úgy döntünk, hogy mindezt megpróbáljuk eltusolni, úgy tenni, mintha ez nem létezne, és létrehozzuk a szándékos tagadás kultúráját. Azonban ez nem korlátozódik ezzel a tevékenységünkre, hanem életünk rengeteg egyéb területére automatikusan kiterjed. Több szinten szétkapcsolást hajtunk végre. Például érző lényekre, az állatokra tárgyként tekintünk. Ki kell kapcsolnunk önmagunkban a könyörületet. Ki kell kapcsolnunk a spirituális lényünket, hogy képesek legyünk a húsevésre. És ezek után csak fizikai lényként, ha fizikai halandóként tudunk tekinteni magunkra, nem találhatjuk meg így életünk értelmét, és valójában sokkal többet veszítünk, mint amit az állatok valaha is veszíthetnek. Carl Jung óta tudjuk, aki leírta az árnyék archetípusát, hogy amit megpróbálunk elfojtani, az attól még ott van. Minél jobban próbáljuk elfojtani, annál sötétebb és erőszakosabb formában fog a felszínre jutni. És pontosan ez történik azzal az erőszakkal, amit naponta elkövetünk a húsevéssel. Mindenhol felbukkan, nem tudjuk, hogy miért nem tudunk békében és békésen élni egymással, pedig azok egyértelmű és triviális. Ezért. Gyakorlat teszi a mestert.
naponta gyakoroljuk a felületességet és a közömbösséget. Nem akarjuk tudni azt, hogy hogyan kerül az az étel az asztalunkra. És pontosan ez a felületesség az, amit kihasznál az élelmiszeripar a rengeteg adalékanyaggal, amit kihasznál a kozmetikai ipar a rengeteg vegyszerrel, amit kihasznál a gyógyszeripar azokkal a gyógyszerekkel, amiknek a mellékhatásai súlyosabbak, mint a vélt pozitív hatás. Észre sem vesszük, és így fogyasztóból eldobható termékké válunk ezeknek az iparágaknak a profittermelő mechanizmusában. Könyvében többször hangoztatja, hogy fajunk fennmaradása a tét. Ha így folytatjuk, nem fogunk tudni életben maradni. Mindezt már 2005-ben. Egy döbbenetes felsorolás van a könyvben arról, hogy a karma törvénye már ebben a fizikai életünkben mi minden módon hat ránk a húsevés révén. Most ebből is csak szemezgetnék. Tönkretesszük az állatok egészségét, olyan körülmények között tartjuk őket, aztán megesszük őket, és ezzel tönkretesszük a saját egészségünket is. Ivartalanítjuk őket, hogy kövérek legyenek, aztán megesszük őket, érszükületet kapunk, és mi leszünk impotensek. Rácsok mögé zárjuk őket, és aztán olyan fokú erőszak alakul ki közöttünk, hogy mi is csak biztonsági rácsok és riasztók mögött tudunk élni. Kannibalizmusra kényszerítjük őket, emiatt sose látott betegségeket kapnak el, majd őket elfogyasztva ezeket a betegségeket mi is elkapjuk. Mindenféle vegyszerekkel mérgezzük őket, azután csúcsragadozót játszunk, és ezek a mérgek a mi szervezetünkben halmozódnak fel. A teheneket olyan mértékű tejtermelésre kényszerítjük, ami miatt már pár éves korukban csontritkulást kapnak, aztán megesszük ezt a tejet, és mi is csontritkulást kapunk. Nem törődünk a szenvedésükkel, emiatt érzéketlenné válunk, és az embertársunk szenvedésével sem törődünk. Tömjük őket, hogy megnagyobbodjon a májuk, és a mi májunk is tönkre megy. Termékké silánítjuk őket, és nem is vesszük észre, hogy mi is azzá válunk. Rabszolgává tesszük őket, és nem is vesszük észre, a pénz rabszolgáivá válunk. Elraboljuk az életük értelmét, és a spirituális lényünket kikapcsolva mi sem találhatjuk a sajátunkét. Futószalagon szúrjuk le őket, és rajtunk is futószalagon végzik a szívműtéteket. Azt mondja, jelenleg egy világrendváltás zajlik. Még erős és domináns a régi világrend, aminek a jellemzője a versengés, a különállóság, a félelem, az erőszak és a háború. De szerencsére már megszületett és egyre erősödik az új világrend, aminek egészen mások a jellemzői. Együttműködés, egység, szeretet, erőszakmentesség és béke. Mindebben az új világrend megerősödésében alapvető fontosságú az étkezés, mert ez rendszeres. Mindennek ez az alapja, és ez minden szintre kihat. Azt mondja, hogy a veganizmus valójában az igazi forradalom. Minden olyan jelenség, amit eddig forradalomnak mondtak, valójában csak a már meglévő világrenden belül zajlott, illetőleg azt erősítette meg. Ez az a forradalom, ami a világrendet fogja megváltoztatni. A következő is egyben utolsó ember, akiről beszélnék, Csinghaj legfelsőbb mester. Ő korunk meghatározó spirituális tanítója, aki eléri azt a teljes megvilágosodást, amit csak a történelem legnagyobb tanítói értek el, Jézus, Buddha, Mohamed, Mahavira és még néhányan, Krishna. A 80-as évek óta ad beavatást a spirituális érdeklődőknek, tőlük szigorú vegán életmódot és napi meditációt kér, ezzel együtt már a több százezer a tanítványainak a száma, tehát gyakorlatilag az ő személyes tevékenységének köszönhetően vált több százezer ember vegánná. Állatokat fogad be, több könyvet ír róluk, és ezekből a könyvekből egy nagyon varázslatos spirituális világot ismerhetünk fel. Az ő nevéhez kötődik a Loving Heart nemzetközi vegán étterem láncnak az elindulása. A napjainkra ehhez az étteremlánchoz több mint 200 étterem tartozik, és így ez a legnagyobb ilyen étteremhálózat jelenleg a világon. Az ő bátorítására és az ő felügyeletével indult útjára a Supreme Master Television 2006-ban, 2011 végéig működött ez a TV csatorna. Az alapvető
indok az elindulásához a klímaváltozás óriási fenyegetése volt. Az erről szóló műsorokon kívül rengeteg spirituális műsor volt látható ezen a csatornán, veganizmusról, állatvédelemről, és még sok egyéb nagyon pozitív témáról lehetett műsorokat itt látni. Ez a csatorna ingyenesen volt fogható műholdon és interneten keresztül, az archívuma az interneten ma is megtalálható. Sőt, az előadásom címe is a tanítványai által fenntartott szervezettől származik, hiszen ennek a szervezetnek már évek óta az a logója, az a mottója, hogy legyél vegán, teremts békét. Ő is kommunikál állatokkal és más lényekkel is. Az állatokról azt mondja, hogy magas szintű spirituális lények, az ember segítői a Földön, ahogy azt a Biblia is mondja. Áldanak minket, és a szeretet sokféle formáját hordozzák. Olyan formákat, amiket az emberek nem ismernek, mint például volt említés a feltétel nélküli szeretetről. Az állatok szenvedéséről beszélve nyilvános előadásokon többször elsírja magát, mégis azt mondja, még jobban sajnálja az embereket, mert nem tudják, mit tesznek és mekkora kárt okoznak önmaguknak. Azt a kárt, amit okozunk, nem csak ebben az életünkben és nem csak ezen a világon fogjuk visszafizetni a karma törvénye szerint. Hangoztatja, hogy a Föld jelenleg karanténban van, a Földön kívüli civilizációk nem engedik, hogy tudjunk róluk és kapcsolatba léphessünk velük. Az ő nevéhez köthető szervezet tucatjával tartja a klímaváltozási konferenciákat, amelyeknek ő az egyik főszereplője. Itt hangoztatja, hogy mennyire súlyos a helyzet. Majd 2010-ben megírja a Válságtól a békéig a Biovegán út a válasz című könyvét, amiben tudományos alapossággal, rengeteg idézettel bemutatja azt először is, hogy a klímaváltozás valóban halálos fenyegetés. Másodszor azt, hogy fő oka az állattartás, és harmadszor azt, hogy az egyetlen megoldás, az egyetlen kiút a vegán életmód, illetve még optimálisabb esetben a biovegán életmód. Sőt, ezen is tovább lép, és azt mondja, hogy ez fogja lehetővé tenni az emberiség ugrását az aranykorba, fordulópont az emberi civilizációban, és ez fogja lehetővé tenni az átlépésünket a magasabb galaktikus civilizációk közé, tehát gyakorlatilag kijutásunkat ebből a karanténból. Rendszeresen hangoztatja azt hosszú éveken át, hogy a Föld végveszélyben van, és ezt mi magunk is tapasztalhatjuk a klímaváltozás és az egyre súlyosabb egyéb katasztrófák láttán. Elmeséli a Mars és a Vénusz igazi történetét, azt mondja, hogy mindkét bolygón volt élet, sőt az emberi civilizációnál magasabb szintű civilizációk léteztek itt, azonban a túlzott állattartás miatt elszabaduló klímaváltozás az életet kipusztította mind a két bolygón. Ehhez a Mars esetében néhány hónap elég volt. Tehát nálunk fejlettebb civilizációk sem voltak képesek komolyan venni, és előre látni azt, hogy a klímaváltozás mennyire komoly fenyegetés. Azt mondja, hogy a Vénusz azóta egy légkör nélküli forró vörös bolygó, azt mondja, hogy a Marson viszont jelenleg is van élet, csak a felszín alatt. És ez teljes összhangban azzal, amit Bob Dean is állít. A fenyegetés súlyosságát tükrözve, a mennyből kapott információi alapján egy visszaszámlálás zajlott a Supreme Master Television honlapján, aminek a lejárata ahhoz a dátumhoz volt köthető, amíg az emberiségnek módjában áll megállítani a klímaváltozást, mielőtt az visszafordíthatatlanná válna. Ez az időpont 2013. januárja lett volna, ha 2012. tavaszán nem következik be gyakorlatilag egy csoda. Azt mondja a mester, hogy ekkor a földi ember, a felemelkedő földi ember őszinteségének is köszönhetően Isten és a mennyek olyan áldásban részesítették a földet, hogy a föld megmenekült. És ezt mi magunk is láthatjuk abból, hogy azóta a katasztrófák alább hagytak. Az utóbbi két évben nem volt például az óriási japán földrengéshez és cunamihoz hasonló méretű katasztrófa a földön. A földanya maga is egy magas szintű spirituális lény, aki ekkor megmenekült, és mostantól addig él, ameddig ő akar, függetlenül attól,
hogy milyen őrültségeket követnek el a Földön élő emberek. Az emberiség is spirituálisan magas szintre fel lett emelve, de az emberiség még nem menekült meg. Az emberiségnek akarnia kell azt, hogy megmeneküljön, az emberiségnek jóvá kell válnia. Mindehhez vegánnak kell lennünk, amihez viszont meg is van minden erőnk. Csak akarnunk kell, és menni fog. Láthatjuk tehát, hogy mindazok, akiket bemutattam, azt vallják, hogy a veganizmus egy egyszerű étrendnél sokkal-sokkal több. Ez az erőszakmentes, békés világ kulcsa. Egy valódi forradalom, ami el fogja hozni az új világrendet, és az emberiség megmentője, ami lehetővé fogja tenni azt, hogy a magasan fejlett galaktikus civilizációk közé emelkedjünk. Tehát legyél vegán, teremts békét. Köszönöm a figyelmet!